Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Top plusz pályázat. Felújítják a Bonyhádi Széchenyi István általános iskolát. Felújítás. 500 millióból újulhat meg a Bonyhádi Malomovoda. Perccel kerti családi piknik. Közösségi élmény kézműves vásárral. Széchenyi Ödön tűzoltó verseny. Diákok mutatták meg tudásukat. Atlétika verseny. Remek felmérő az országos bajnokságok előtt. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában Top plusz pályázatnak köszönhetően korszerűsítik az intézmény udvarát. A gyerekek modern játékokat kapnak, a sportpálya is teljes egészében megújul. Steiner Krisztián, az intézmény vezetője elmondta, a Tamási Tankerületi Központ és az iskola dolgozóival együttműködve nyújtották be a pályázatot. Ennek eredményeképp 180 millió forint támogatást kaptak. Megújul az egész iskolaudvar, sportudvar, ami annál is inkább jó, mert intézményünkben hagyományosan emel szintű testnevelés folyik, így még jobbak lesznek a feltételek. Ez gyakorlatilag rekordtán futópályát eredményez, megújul teljes egészében a kosárlabdapálya, egy új röplabdapálya kerül kialakításra, a távolugró gödör sokkal modernebbé és újjá válik. Ezen kívül a játszótéri elemek is bővülnek, gyarapodnak. Olyan interaktív játszótéri elemek kerülnek ide elhelyezésre, ami azt gondolom, hogy a 21. századot idézi. Nagyon fontosnak tartjuk még, hogy ilyen világítás, térvilágítás is korszerűsítésre kerül, valamint térfigyelő kamerák figyelnek majd arra, hogy minél hosszabb ideig használhassák a gyerekek, illetve az érdeklődők az udvart. Hát természetesen az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárásokat le kell folytatni, egészen pontos dátumot nem lehet mondani. Nagy valószínűséggel augusztus végén, szeptember hónapban kezdődnek el a munkálatok, és úgy gondolom, hogy néhány hónap elteltével a tanév második felére már biztos, hogy mindenki számára használható lesz, és ez egy óriási előrelépés lesz mindenkinek. Nagyon fontos, hogy végig úgy gondolkodott a város, illetve a tankerület, hogy az iskolát használók véleményét folyamatosan kikérte. A pedagógusok javaslatokat tehettek, hogy mit szeretnének, milyen elemekkel bővüljenek a sportudvarnak az elemei, és azt gondolom, hogy maximálisan beépítésre kerültek ezek a javaslatok. Rekordtán burkolattal építik ki a futópályát, illetve a távolugráshoz szükséges területet. Az iskola két sportpályával rendelkezik, amelyek a strapabíró, vízelvezető, rugalmas és esztétikus öntött gumiburkolatot fogják megkapni. Egy-két ilyen pihenő elem kerül majd még elhelyezésre. Látványterveket láttuk már ezzel kapcsolatban, ami természetesen még formálódhat minimálisan, de én azt gondolom, hogy hatalmas nagy fejlesztésnek örülhet majd mindenki. Természetesen az is egy szempont, hogy az zöldterületből azért lehetőség szerint minél kevesebbet vegyünk el, és a zöldterületnek a megújítására is sor fog kerülni. Még idén megkezdődhetnek azok a munkálatok, amelyekre Bonyhád városa 500 millió forint támogatást nyert el, és aminek köszönhetően a Malomovoda épülete megújulhat, valamint az eszközpark is frissülhet, fejlődhet. A Bonyhádi Malom óvoda jeles intézménye a városnak, éppen ezért is szükséges épületének felújítása, hiszen a környék egyik legnevesebb óvodájáról van szó. A teljes infrastruktúrális felújítás valósul meg, külső-belső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, szobák felújítása, eszközbeszerzésre is lesz lehetőség, és ami talán a legfontosabb, egy teljesen új épületrész kerül hozzáépítésre, és egy 100 négyzetméter nagyságú tornaszoba lesz a gyerekek használatára. A tervezéskor arra is ügyeltek, hogy a jelenlegi történelmi épülethez jól illeszkedjen az új rész, ne lógjon ki, ne roncs el az összképet. Jelen pillanatban már folyik a feltételes közbeszerzési eljárás, ennek a lezárulta, után amilyen gyorsan lehet nyilván megpróbáljuk megkezdeni a beruházás kivitelezését, egyrészt azért, hogy minél hamarabb készen álljon, másrészt, mert mindenki tudja, hogy az építőanyag, az építőipar is állandóan változik, reményeink szerint még idén megkezdődhet a felújítás. Megújulnak továbbá a csoportszobák és a melegítőkonyha.
udvarrendezést és eszközbeszerzést is lehetővé tesz a pályázat. A következő időszakban tehát új és modern, de stílusában önazonos épületbe térhetnek be az ovisok. Harmadik alkalommal rendezték meg Bonyhádon a Perczel-kerti családi pikniket, amelyre idén is nagy volt az érdeklődés. A szervezők pecsétgyűjtéssel, süti versennyel és kézműves vásárral készültek. A piknik legelső és legfontosabb célját az összetartozás érzése és a családi kikapcsolódás jelentette. Bonyhádon egyébként is számos program várja a családokat. De egész évben Bonyhádon elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak és mindenféle társadalmi rétegnek megadjuk azt a bizonyos fontos összejöveteli lehetőséget, amit most is tapasztalhatunk. Most jelenleg a Perczel-kerti családi piknikre hívtuk a bonyhádi lakosokat. Látható, hogy a kisgyerekektől a nagymamákig mindenki itt van, és boldogan veszik birtokba a Perczel-kertet. A gyerekek ötállomásos pecsétgyűjtése izgalmas feladatokkal zajlott. Mindegyik bolyának van ilyen ábrája. Akkor van szúróbérző, és pont oda kell beszúrni, amit az ábra mutat. Tehát ennek meg annak a bolyának ábrának meg kell egyeznie. Megcsináljátok mindig helyesen, nem, és akkor visszahozzátok, megkapjátok a pecsétet. Nagy sikert aratott a süteményverseny is, amire jobbnál jobb édességeket neveztek be. Lehetett nevezni sósba és édesbe, és el kell mondanom, hogy akkora sikere van, hogy volt olyan tálca, amelyiket már letrakták, és rögtön el is fogyott. Körülbelül 20-an hoztak, és többen hoztak kettőt is, tehát édeset is, és sósat is. Nagyon finomak, tényleg. És hogy érzitek magatokat? Köszönjük szépen, jól. Miket csináltok? Hát nemrég jöttünk. Az festés volt, és a süteményeket kóstoltuk eddig. Mindjárt megyünk ültetni, ilyesmi. Sok-sok gyerek lyukaszgatott, rohangáltak föl alá, hogy összegyűjtsék a pecséteket. Délután indultunk a családdal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és a gyermekeknek örömet szerezzünk. És most épp ezeket a pecsét gyűjtő dologgal foglalkozik, keresi ezeket a kis szimbólumokat, és akkor lyukaszgat, hogy meglegyen neki a teljesítménye. A legkisebbek is megismerhették a piknik hangulatát. Jól érezzük. Még pici gyerekeknek még annyira nem találtunk programot, de tetszik neki. Ugye? Az esemény fontos szimbóluma volt a közös virágültetés, amivel szebbé tették a települést. 21. alkalommal rendezték meg a Gróf Széchenyi Ödön tűzoltó versenyt Bonyhádi Általános Iskolában. A völgységből több csapat is képviseltette magát a próbatételen, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adtak. Felkészülni rajt! Rajtszóval vette kezdetét a már hagyománynak mondható tűzoltó verseny gyakorlati része, ahol diák lánglovagok mutatták be tudásukat. Idén 12 csapat vett részt a megmérettetésen. Nagyon örülünk, hogy ebben az évben 12 csapat jelenik meg ezen a versenyen, plusz a borszékiek határon túlról, ők online kapcsolódnak meg a versenybe. Azt gondolom, hogy régi időket idézi a részvétel. Nagyon örülünk, hogy újra hatalmas létszámban érkeznek a csapatok. A mai nap programja az, hogy először egy elméleti tesztet töltenek ki a csapatok, majd pedig talán a látványosabb része a versenynek, amikor kint a gyakorlatban is megmutathatják tudásukat. Ugye a Széchenyi családhoz köthető Gróf Széchenyi Ödön is, aki magyarországi tevékenysége mellett Törökországban is a tűzoltóságot megalapította. Plusz van még egy olyan aktualitása a mai napnak, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bonyhádon 150. évfordulóját ünnepli, és örülünk, hogy ők is, ahogy az eddigi években is, most is segítik ezt a rendezvényt. A kihívást gondos gyakorlás és tanulás előzte meg. Egy-egy szaktanár, illetve van, ahol tűzoltó vezetésével. Évek óta megvan, hogy milyen típusúak a feladatlapok, azt gyakorolják és készülnek, plusz természetesen a szerelési gyakorlatokat is próbálják megszerezni, és ahogy az előbb említettem, talán az a legizgalmasabb része. Bízom benne, hogy most több száz gyerek szurkolásával fogják ezt megtenni, és egy tűzoltó versenyből is lehet szinte egy fesztiválszerű eseményt kihozni. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem csak a szervezésben vesz részt, hanem segít a diákoknak felkészülni a versenyre.
Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy idén is részt vett a borszéki tűzoltóság és az ottani általános iskola, amit úgy tudtunk megcsinálni, hogy a múlt héten ők már ugye itt voltak, ide utaztak, amit a katasztrófa védelemmel és az iskolával közösen úgy tudtuk megszervezni, hogy online élőadásban leversenyeztek a gyerekek, és ahogy ők itt a bonyhádiak megkapták a feladatsort, abban a pillanatban ugye e-mailben elküldtük, ott is egy bekamerázott teremben fogják végezni a feladatsornak a kitöltését, tehát az írásbelit, és azt is meg fogjuk kapni egy meghatározott időn belül, és remélem, hogy ezzel nekik is örömet tudtunk szerezni azzal, hogy mégis ugye 750 kilométert utaztak ide, és hogy így is részt tudtak venni a versenyben. A gyakorlati feladat az minden évben ugyanaz, földfaletti tűzcsap szerelés, ami 2 darab B-sugárral, egy osztóval és 2 darab osztott sugárral történik. A gyerekeknek célt nem kell leküzdeni, nem csak egy bójáig kell elérni, akkor van az óra megállítása, amikor mindkét sugárcsőből a víz megjelenik. Játékszabályok azok vannak, igen, mint minden egyes versenyben. A dobogó az 2x2 méteres, a dobogóról ugye semmiféleképpen nem lóghatnak le az eszközök, és a kapcsok közé mindenképpen egy papírlapnak legalább be kell férni. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek összekapcsolva a dolgok, hanem a gyerekeknek kell ezt is megoldani, és úgy kihúzni. Mi felléptünk ugye kórussal, és úgy gondolom, hogy jól sikerült. Galubár Dóra elmesélte, hogy már izgatottan várta a tűzoltónapot. Hogy nézem, hogy versenyeznek, és én a bonyhádiaknak fogok szurkolni, és én is fogok majd versenyezni. ...2019 óta a Covid idejének kivételével minden évben megrendezik Bonyhádon a felújított centrumban a májusi atlétika versenyt. Ezúttal is számos jó eredmény született, a visszajelzések alapján a szervezés egyre nívósabb. A Milfut Kupa nyílt atlétikai versenyen a legkisebbektől kezdve a felnőtt versenyzőkig vettek részt, és kaptak ezáltal olyan információkat saját teljesítményükről és fejlődésükről, ami nélkül igazán nem lehet előre jutni. Közel 400 indulóval az U12-es korosztálytól a felnőttekig, Budapesttől egészen Kiskunhalasig, Kaposvár, és a környékben egyesetek versenyzői vannak itt. Nagyon örvendetes, hogy a 12 éves korosztályban nagyon nagy létszámmal indultak az egyesületek. Igyekeztünk jó színvonalon megcsinálni a versenyt. Itt a kollégáim, ahogy mondták, a maga létesítmény rendkívül színvonalas. A kupán a hazai pálya azért meghozta az előnyét, meg annyi remek eredmény született a bonyhádi sportolóktól. A többi korosztályban is, a U14, U16-ban a Hornak Enikő tanárnő, a Bordás Díja kolléganőnek a tanítványai, aztán az enyémek is, ők a U18-asok ifjúsági junior korosztályban versenyeznek. Jó lehetőség nekik felmérni a országos bajnokság előtt, hogy hogy állunk a felkészülésben. Nagyon nehéz ugye az előkészület, az több napot vesz igényben. Szerencsére van egy olyan versenybírói gárda, aki ebben partner, és régi atléták, szülők csatlakoztak hozzánk, és a pálya felépítésében, a verseny lebonyolításában nagy segítséget adnak. Természetesen megfelelő végzettségű versenybírók is szükségesek hozzá, ez egy előírás. Ez is van a csapatunkban, de ki kellett egészíteni környékbeli versenybírókkal. Én úgy gondolom, hogy egy jó színvonalú versenyen veszünk ma részt. Máté Patrik a bonyhádi csapat egyik legtehetségesebb atlétája, hiszen többszörös országos bajnokként érkezett, ugyanakkor erről a megmérettetésről vegyes érzelmekkel telve távozhatott. 80 méteres távolugrás. 80 méterben első lettem, távolugrás abszolút pedig azt hiszem 6. 80 méterem 9.70 lett, és a távolugrás 5.39. Sokat készültek erre az alkalomra, kicsit csalódott, hogy nem sikerült olyan eredményt elérnie, amit igazán szeretett volna. Nem sikerült egyéni csúcs, a 80 méterrel elégedett vagyok, de a távolugrás most nem sikerült. De azért jó eredmény az 5.39.
Az égiek sem voltak túl odaadóak, hiszen hosszabb szünetet kellett tartani a nagy eső miatt, de azért ez sem vette kedvét sem a szurkolóknak, sem a sportolóknak. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!